Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Ez a felvétel április 10-én jelenik meg. Ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold a Bharani holdházban van, ami jelentheti a mi földünket, az anyai érzelmeket, de jelent egy újjászületést is. Most vannak tervek, és megvan arra a lehetőség, hogy itt ez kialakuljon, kiépüljön, megszülessen. Ezen a napon, tehát április 10-én, a Hold és Mars bolygó egy jó kapcsolatban van. Mars bolygó jelentheti a férfiakat, a Hold pedig az anyukát vagy anyai érzelmeket. Ez a kapcsolat jelentheti azt, hogy van egy jó kapcsolat anya és fia között. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, tehát kihat az érzelmeinkre, és más bolygó adja az impulzust, hogy erről beszéljünk, vagy kimutassuk az érzelmeinket, de más bolygó jelentheti a férfiakat is, hogy ez a férfi érzelmekkel közeledik. Merkur bolygó visszafele halad április 24-éig, eddig a kos jegyében volt az indiai számítás szerint, most ezzel a visszafele mozgással visszatért a halak jegyébe. Itt a múltról van szó, az is lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér hozzád a múltból, vagy visszatérnek bizonyos események. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, az felül látható. Ott van ez a börtön. Nem hiszem, hogy ő a börtönben van, hanem ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, hogy ő fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, egy szűkös helyzet. Ez lehet munkahelyi probléma. Az is lehet, hogy van még egy párkapcsolata, és ott érzi magát, mint egy börtönben, vagy lehet a lakhely, lehetnek családi kapcsolatok is. Előfordulhat az is, hogy ő úgy gondolja, hogy te érzed magad így fogva ebben a börtönben szimbolikusan, és keresel egy megoldást, keresel egy kiútat, mert szeretnél kilépni ebből a helyzetből. És ott látható a börtön mellett egy jó hír, hogy itt van egy megoldás, felszabadultnak fogod érezni magad, ő is. Az is lehet, hogy még van egy párkapcsolata, és most jön egy jó hír, mert válásról beszél, ki akar lépni ebből a kapcsolatból. Az érzelmeit bal oldalon látjuk, ott ez a nő sír, van egy szomorú hír, valami elszomorítja őt. Ez lehet, hogy te érzed így magadat, például a munkahelyen, mert ott van alatta a munkahely kártyája. De az is lehet, hogy ő érzi fogva magát a munkahelyen, kap egy rossz hírt, lehet, hogy felmondtak neki, és azon dolgozik, hogy itt javuljon a helyzet. Vagy te vagy ebben a helyzetben, vagy ő van ebben a helyzetben, de lesz újra munka, ezen tud dolgozni, feldolgozza az eseményeket, ha
más témákról van szó, és nem a munkáról, hanem például a párkapcsolatról, vagy egy helyzetről, amit ő igazságtalannak látott eddig. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. Ott van a bíróság. Ez tényleg lehet egy bírósági ügy is. Vagy nála, vagy nálad. Ha nála, például a vállás, akkor ő beszámol erről. De ez a bíróság nem biztos, hogy bírósági ügyet jelent, hiszen ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése, mégpedig vagy te vagy ő, vagy mindketten benne vagytok egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt. Lehet, hogy emiatt van a szomorúság. De ott jobb oldalon látható a nyeremény, ez lehet pénzügyi helyzet, hogy itt lesz egy nyeremény, és javul az anyagi helyzet. A pénz itt a kártyán jelentheti a belső értékeket is, hogy eddig nem kaptad meg a megbecsülést, emiatt volt minden olyan igazságtalan, de most fordul a kocka, és lesz egy jó hír, meg lesz a megbecsülés, sőt, nyereményről is szó lehet, talán egy munkahelyi változásról. Mi fűz össze benneteket, az középen látható, ez a magyar kártya, amit a férjem készített, a P betűről van szó. Mit jelent számodra a P betű? Ezt leírhatod a kommentárba. Például Péter, vagy Pál, vagy Pétra, mint helység, Pest jelentheti ezt is, vagy egy fogalom, most el kell, hogy gondolkozzam, mi jut eszembe a P betűről, párkapcsolat. Még egy helység jut eszembe, a P betűről pápa például. Hogy neked mi jut eszedbe, írd le a kommentárba. A régi írásmód az úgynevezett rovás írás középen van, és ennek a rovás írásnak van egy szimbolikus jelentése. Ha én megnézem ezt a képet, ezt a szimbólumot, akkor az az egyenes vonal, az jelenti az életutat, vagy a tiédet, vagy az övéd, vagy egy közös életutat, és úgy jobb oldalról jönnek befolyások. Ezek lehetnek találkozások, ezek lehetnek lehetőségek, és ez érezhető, hogy itt van hatás. A kép jelenthet bizonyos döntéseket is. Vagy három lehetőség közül kell dönteni, vagy három különböző témánál lesznek változások, döntések, mint például a munka, a család vagy a párkapcsolat. A germánoknál is vannak ilyen betűk, meg ilyen régi írásmód, a germánoknál ezt rúnának nevezik. Én hasonlót találtam, mint a rovás írásnál ez a szimbólum, ez alul bal oldalon látható. Ez a rúna jelenti a szájt. A képen Odin Isten látható, és az ő szája. Itt ki kell mondani most valamit. Vagy fontos az, hogy beszéljünk egymással. Ez a kép utal a kommunikációra. A napi energia az jobb oldalon látható. Ez a hölgy ott van a hegyekben. Így távolra el tud látni, hiszen felülről tekinti az eseményeket. A hegy azt is jelentheti, hogy itt vannak magas célok, és ez a hölgy nem adja fel, eléri a céljait. A képen van egy ilyen kis ház ablakkal, és az ablak számomra az internetet is jelenti.
hogy ez a hölgy kapcsolatokat keres az interneten keresztül, az ablak nyitott, tehát nyitott erre. Ha én a képet megnézem, számomra olyan, mint egy postaláda, és akkor itt levélről van szó, vagy valamilyen szerződésről, dokumentumról, de kapcsolatokról is. Tehát ez a hölgy keresi a kapcsolatot másokkal. Lehet, hogy most ez a feladatunk. Az is lehet, hogy jön egy levél, és ez a hölgy most kiveszi a postaládából. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy írd le azt, hogy mit jelent számodra a P betű. Meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!